A Nyíregyházi Főiskola már korábban is folytatott egyetemi szintű mesterképzéseket, most azonban január 1-től nevében is megkapta az intézmény az egyetemi rangot, ami a rektor elmondása szerint erősíti a jövőben az iskolát. Én azt szeretném, hogyha nem csak a nevében változna meg az intézmény, hanem valóban egyetemként tudnánk működni az elkövetkezendő években. Most készül az intézményfejlesztési tervünk, 2020-ig határozza meg a főbb stratégiánkat, akcióterveinket, ezt majd a konzisztórium, illetve az államtitkárság, illetve legvégül az egyetem szenátusa fogja jóvá hagyni. Tehát ez volt az egyik legnagyobb munka az utóbbi hetekben. Előttünk áll a beiskolázási kampány, hiszen február 15-ig jelentkezhetnek a érettségizett tanulók a Magyar Felsőoktatás intézményeibe. Én azt szeretném, hogyha minél többen jelölnék majd meg a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen nagyon sok képzést kínálunk. Alapvetően a pedagógus és a mérnök képzésben széles a kínálat, de számos más szakon is tanulhatnak majd az ide jelentkezők. Szeptembertől egy új tagozat is indul Nyíregyházán, a Magyar Táncművészeti Főiskola táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc specializációját is megjelölhetik a tovább tanuló diákok. Most idén szeptembertől egy alapfokú képzés fog indulni. Én nagyon örülök ennek, hiszen a Nyíregyházi Egyetemen folyó művészeti képzés, itt most a vizuális kultúrára, illetve a zenére gondolok, ki fog egészülni a táncművészeti képzéssel, és akkor így csomagban már nagyon impozáns kínálatot tudunk nyújtani. Arról nem is beszélve, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza városa kiváló néptánc csoportokkal, hagyományokkal, múlttal, jelennel rendelkezik, és azok a fiatalok, akik érdeklődnek akár a zene, akár a képzőművészet és a tánc iránt, azok megtalálják itt nálunk a számításukat. Az intézmény arculatváltása is folyamatban van, az egyetemmé válással sok a teendő. Január 19-én pedig nyílt napra várják a felvételizőket, ahol minden tájékoztatást megkapnak majd az érdeklődő középiskolások.